neki köszönhetjük, hogy fényt hozott a sötétségben, hogy végre tudjuk, hogy mitől betegszünk meg, és ha tudom, hogy mitől betegszem meg, akkor azt is tudom, hogy hogyan gyógyulhat meg. Tehát az előadásra kezdődik. Testi baj van, lelki baj van, vajon? Persze beszélnek pszichoszomatikáról, ugye nagy divat, ha már a belgyógyász meg a sebész nem találja valakinek a problémáját, akkor mondjuk, hogy szívidege van. Igen, valami hívják, hogy nyelvusz kárdiákhoz, hogy mindenkinek van. De, vagy gyomoridege van, olyan is van, nyelvusz gastricus a neve, szóval. És akkor elkezdünk pszichoszomatikus dolgokról beszélni. Csak a lényegről nem. Múlt héten kedden, ki az, aki látta a webkonferenciát a tévhiteinkről? Én láttam, mert én tartottam. Szóval akkor én ott kérdésem néhány embernek a gondolkodásából a biztosítékot, kaptam is levelet róla, és nagyon köszönték, hogy végre hát belecsaptam a biztonságba. És tisztáztam, hogy mi az, amitől nem gyógyulok meg. Erre majd holnap az öt természet törvény kapcsán kitérek, most nem megyek bele részletekbe, de amikor ez az előadás is elkészült, tehát meg lesz várva és ki lesz téve a weblapra, akkor ajánlom mindenkinek, hogy nézzenek. És akkor el fog döbbenni, hogyha az eddigi módszerek nem segítettek abban, hogy meggyógyuljunk, akkor azt jelenti, hogy nem pont azzal foglalkoztunk, amivel kellett volna. Megegyezünk? Az is ugyanígy jár, aki már alkalmazza a germán gyógytudományt, mint tudást, csak éppenséggel még mindig nem jutott el oda, hogy egy érzelmi megrázkódtatást érzelmileg kell lezárni, vagy nincs megoldva. És akkor dolgoznak a sinek. Értjük? Tehát az, hogy hány ember gyógyult meg a germán gyógytudomány segítségével, az nincs összeírva, mert, bocsánatot kérek, de én nekem statisztikát vezetni nincs idő. Hammer doktornak 40 ezer dokumentált betegellátása van, és kíváncsi vagyok, hogy a frekvencia váltása után hány fekete öltönyös úriember jelent meg, és itt elmondjából a ládákat, amiben ezek benne voltak. Tehát, hogy van, az így van. Van kiadott könyve a Celler dokumentáció, ami vesével kapcsolatos gyönyörű eset leírásokat tartalmaz. Tehát ha valaki csak azt az oldalt figyeli, amiről az úgymond tudomány rendelkezik, akkor nem fogja tudni azt, amit Hammer doktor előírt. Nekem minden Hammer doktortól megvan. A fordításért fizetek, mert németül annyit tudok, hogy ich liebe dich, de nekem ennyi elég. És ez a legfontosabb. Egyetértünk. Ez a legfontosabb. Tehát vannak esettörténetek már kirakva Hammer doktor aranyvédéből és egyebekből. A kérdés az, hogy kinek van erre ideje nézni, és mennyi előítélettel hallgatja mindazt, amit Hammer doktortól tudok és elmondom. Szeretném mindenkinek tisztázni, hogy én Hammer doktort képviselem. Én az ő munkáját folytatom. És az orvosi előtanulmányom és több évtizedes szakmai gyakorlatom feljogosít arra, hogy néha kritikát mondjak azokról, akiknek ilyen alapjuk nincs, de beszélnek Hammer doktorról, esetleg elítélik és azt mondják, hogy megzavarodott, és a többi, és a többi. Tehát nem mindegy az, hogy ki milyen alaptudással gyúr hozzá Hammer doktor hagyatékához. Szóval szabad foglalkozású orvos természetgyógyász, ennyit írok ki, mert hogy nem a protokollok szerint gondolkodom és cselekszem. A szent protokollt elhagytam, több mint 10 éve kiléptem a rendszerből, mondom több mint 10 éve, és kiléptem az orvosi kamarából is, mert nekem nem kollégáim azok, akik a szent protokoll szerint, hát elnézést, de nem a betegek javát szolgálják. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. Így van? Jó.
Germán gyógytudomány terapeuta, ezzel is volt némi vitám másokkal, akik szintén germán gyógytudományjal foglalkoznak, de az első könyvemben külön egy fejezetben kitérek arra, hogy germán gyógytudomány terapeuta, hogy mit jelent ez, és mi jogosít fel engem arra, hogy ezt a címet viseljem, akit érdekel, hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni című könyvben, azt megtalálja. Amúgy, ha Réka nem lép be az életemben, én nem tartok ott, ahol most tartok. Ő volt az, aki könyvírással buzdított, és rájöttem, hogy igaza van. A internet ma van, holnap nincs, de a könyv az mindig volt és mindig lesz. Szóval, hogyan gyógyulhatunk a germán gyógytudománya? Itt az útmutató az egészséghez. Ez az útmutató egyenértékű Haber-Döppel tudományos táblázatával, és ezt nagyon nyugodtan merem kijelenteni, mert minden benne van, ami a tudományos táblázaton fel van tüntetve, plusz egy csomó minden más is, majd erre kitérek. A betegségeink kialakulásának alapvető módjairól én három fő gondolatot emelnék ki, és ebben szerintem az összes többi is belefér, de a legfontosabb az önsorsmondó hiedelmeink. Nem véletlen, hogy erre külön webkonferenciát készítettem. Mert addig, amíg nem vagyok hajlandó változtatni a gondolkodásomon, a meggyőződéseimben, amíg 100%-ban elhiszek mindent, amit a professzor úr a katedrán elmondott, addig kérem szépen maradok a tévhitekkel. A legegyszerűbb dolog szkeptikusnak lenni, mert annak már nem kell tanulni, én már mindent tudom. Így van. Meghívok minden szkeptikust arra, hogy legyen szíves tanulmányozza a germán gyógytudomány öt természet törvényét, és cáfolja meg, mert három Nobel-díjat fog kapni azonnal. Mert megcáfolhatatlan igazság az az öt természet törvény, amiről Hammer doktor ír. Nem csoda, hogy az lett a sorsa, ami lett. Szóval, tanult ismeretek. Amíg ezek irányítják a gondolkodásunkat, addig gond van. Hammer doktor leírja őszintén a könyvében, hogy először ő a rákra úgy gondol, mint valami hibás működése a szervezetnek. Akadémikusan gondolkodott. De rájött arra, hogy kérem szépen ez nem. Rossz indulatú, nem gyógyíthatatlan, nem ismeretlen, hanem van egy nagyon pontos kiváltó oka, és ha azt megmondom, a rák meggyógyul. Jó hír? Teli vagyok jó hírekkel. Teli vagyok jó hírekkel. Tehát a gondolkodásom fogja megszabni az érzéseimet, a cselekedeteimet, a döntéseimet és az egész életemet. És akkor itt jönnek be a szokásaink, mert ezt így szoktuk. És oda se figyelek, mert sikőből az a reagálásom, hogy ebbe bele kell dögleni. Vagy én nem vagyok olyan jó. Vagy hagyjatok békemet és félrehúzódok magányosság. Mindennek megvan a biológiai válasza, csak éppenséggel nincsen külön nagy becsapódás. Következő dolog az, amivel a germán gyógytudomány foglalkozik, a biológiai konfliktusok. És nyilván, ha a biologosz, a biológia az élettudománya, akkor mit jelent az élettudományának mi a legnagyobb konfliktusa? Minden élőlénynek mi a legnagyobb konfliktusa? Miért küzd minden élőlény a vizekben, a levegőben, vagy a szárazföldben? Hát azért, hogy életben maradjon, nem? Kell ehhez valakinek statisztika? Vagy el tudja hinni, hogy kinél életben van? Érthető? Első osztályos gyerek is meg tudta mondani, és ezzel már felfedeztük az ötödik természet törvényt, amit ha el is fogadnánk, akkor meg tudnánk nyugodni, és nem indítanánk el újabb, meg újabb felesleges programokat. Tehát itt arról van szó, hogy egy érzelmi megrázkódtatásra az agy közvetítésével elindul egy szervi választ. Erről fog szólni az előadás. És itt vannak a fizikai tényezők, amit nem fogok kivesézni, mert mindenki csak azzal foglalkozik, hogy életmódváltás, miben változtatom a táplálkozásomat. Hát egy könyörgök. Valaki attól lett cukorbeteg, hogy evett cukrot, azt hiszi,
Hát akkor én nekem nem tudom, mennyi kéne legyen a cukrom, mert gyerekkorom óta szabálom, és még mindig nincsen cukorbetegség. Vagy attól lett valakinek vastagbőrrákja, mert húst evett? Ezt mondják? Nem kérem, attól lett, mert szarul érzi magát, ezt magyarul így mondjuk. Szarul érzem magam, és az agyam nem tud különbséget tenni valóság állók illúzió közt, tehát meg akar a biológiám szabadítani a pakitól, és elindítja a szövetszakorulatot. Ennyi. De ez is csak egy reagálás, hogy bármi történik, az első érzésem, hogy szarul érzem magam. Akkor garantálom, hogy lesz vastagbőrrákja. Ha csak úgy oda-vissza csinálhatja, akkor csak vastagbőrgyulladás, colitis ulcerosa, de ha azok tényleg komolyan csinálják, akkor rák lesz belőle, aki nem hiszi, teszteljen. Szóval, műhibák, sugárzások, környezeti tényezők, nem akarok erre külön kitérni. 54 napon át tartottam a lelket az emberekben a karantén alatt, maradjatok otthon, mit csináljak? Hát minden nap tanítottam. Hát nem? Hát egy. Aki ott volt, azt tudja. Szóval, javasolt előadás, akit érdekel, jegyezze föl, a webnapon megtalálja a biológiai konfliktus, hogy tudjuk, hogy az mi. Tévhitek akadályok a gyógyulásban, ez ki lesz éve, ez még nincs itt, de már előre szólok, hogy ehhez a fóliához ezek az előadások tartoznak. Tessenek megnézni ezt az embert. Mondom, csak nézni. Nem gondolkodni, csak nézni. Figyelni. Mit sugároz ez a tekintet? Mit sugároz? Gyűlöletet? Hú! Igen? Semmi tetoválás nincs rajta, mindig. Semmi. Tiszta tekintet, békés tekintet, mert tisztában van vele, hogy mit adott az emberiségnek. Teljesen tisztában van vele, és hát persze a kedves kollégái nem akartak róla tudomást venni, mert akkor az egész medicinát át kellene írni. És szólok, hogy a medicinát nem az orvosok írják, rendben, hanem a gyógyszeripar. Amíg hittem benne, lelkesen csináltam, részt vettem négyes fázis vizsgálatban, Richter-Gedeon szépnek, etnik-multicentrikus vizsgálatra hallottunk róla, 24 órás vérnyomás mérővel állítottam a betegek vérnyomását, hittem benne, lelkesen csináltam, és hiába szedtem össze 500 kreditpontot 5 év alatt, pedig csak 250 kell ahhoz, hogy újabb 5 évet dolgozhassak, mégse gyógyultak a betegek. Akármennyit tanultam, küzdültem, semmivel sem voltak jobban, mint azok a betegek, akikkel nem foglalkoztam. És akkor el kellett kezdeni gondolkodni, hogy valami nem stimmel. Főleg akkor, amikor mennyi? 29 éve? Igen. 29 éve. Éjjel arra ébredek, hogy nem kapok levegőt. Esek össze. Rohanok az ablakhoz levegőért, mintha nem volna szobába elég levegőt. És reggel elmegyek a kardiológiára, és semmit nem találnak. Hát akkor vetődött fel bennem először az, hogy hát miféle tudomány ez? Hát ez ilyen majdnem megdöglök, bocsika, ezt így értem meg. Mi volt? Zuhant a vérnyomásom, zuhant a pulzusom, és a fél oldali rekeszem lepékult. Megoldásba került a túlhajszoltságom. Mert mindenkit meg akartam gyógyítani, menteni, elfelejtettem, hogy a világot már 2000 éve megmentették, legkisebb volna. Szólok mindenkinek, csak az egyetlen szívét tesz tönkre azzal, hogy mások helyet akarja megtenni azt, ami az ő feladata. Azóta én csak javaslatokat teszek, aki ezt nem tartja. Látni fogja az eredményét, és ha nem tartja be, annak is látni fogja az eredményét. Hammer doktornak a mondata, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van, hát ez is egy előadás orvosoknak és betegeknek, ugye? Van egy ilyen előadás, és van egy olyan, hogy Hammer doktor élete és hagyatéka, amikor fel lehet ezeket jegyezni, mert ekkor fogunk bőven anyagot kapni arról, amiben én most csak így néhány gondolat mozsát tudom beletenni, mert szűkös az idő. Tehát aki érdekel, van. Van. Magyar nyelven minden, szóval, és igen. Ennél többet nem tudok tenni. Mit jelent az, hogy szívük és józan eszük van?
mindenkit megkap a Gelbert gyógytudomány logikája. Ez egyszerűen csodálatos. Nézzenek rám! Itt egy orvos, aki érti a medicinát. Tetszik értem? Értem. Végre értem a betegek tüneteit, hogy mi van mögötte, és hol kell azon valós segítséget nyújtani. Csak hogy jön az én mondatom majd, hogy a betegség a betegségről nem gyógyítható, és ez nem egy önvédelmi mondat a weblapon, hanem csupán annyit jelent, hogy ő betegítette meg magát, neki is kell ezt az egészet megoldani. Elmondom, hogy hogyan, annyira egyszerű, hogy az agyi kezet nem tudja elfogadni. Albert doktorról ugye 35. május 17 van, ugye? Egy hetet volt a születésnapja. Hát egy fantasztikus, mondhatom, hogy zseni, mert a medicinán kívül foglalkozott még fizikában, és elvégezte a teológiát is, a apja evangélikus pap volt, és elvégezte a teológiát, tehát az ember fizikai, biológiai és lelki szinten egyszerre tudta tanulmányozni. Ezért ez nem semmi. Így van. És az egyetemen már megnősül, feleségül veszi, gyönyörű Sigrid Oldenburgot, igen, majd mutatom a képét, és az érkező gyerekeket pedig nem vétetik el, mindent bevállalják, és ezek a gyerekek megszületnek, 4 gyerekük lesz, így 2 év után születik egy újabb gyerek. Nagyszerű dolgokat ír le Hamletból a könyveiben, ezekről a nehéz időkről, amikor elfogyott a pénzük, és csak annyit tudott csinálni, hogy elment ugye a kantinba, leves tehetett, amennyit akart, és az egy második fogást az, amit a feleségének mert a szót adott. És akkor kölcsön, hitelből kapott a tejfölös asszonyoktól a piacon tejet, meg tejfölt, és akkor egy hónap múlva neki tudta fizetni, mert a kedves szülők annyira szerették a gyereküket, hogy mivel nem úgy éltek, ahogy ők elképzelték, ezért megmondták tőlük a meditálnivatást. Tehát ez a szülői szeretet legtökéletesebb példája. Mi van? Főleg, hogy evangélikus patról beszélünk. Hát nem? Hát nem. Na itt akkor rögtön tisztázzuk azt, hogy mi az, hogy szeretet? Na mi az, hogy szeretet? Feltételek nélküli elfogadás. Ha feltételhez kérdem az elfogadást, az nem szeretet. Szeretek, ha azt csinálod, amit én mondok. És ameddig az én kegyelemet teszed, azt csinálod, amit én mondok. Hallottunk ilyet? Igen. Aj, nagy divatja volt ennek, kérem szépen. De remélem, hogy legalább a mi generációnk már nem így verte a támtámot az asztal. Mert ha nekünk ez nem esett jól, akkor talán a gyerekeinknek nem ezt adtuk tovább. Jó. A találmányai vannak Hammer doktornak, olyan, hogy Hammer Sickert, ma is használják a plasztikai sebészek, 20 évesen, mint bármely szike, sebészeti szike, és speciális masszázs, ágy, bőrön keresztüli szérum diagnosztikai eszköz, valaki jön nekem egy kávéval, és jön egy telefonján. Szóval megkapja a jobb díjakat. Most képzeljük el, hogy a szegénységből hirtelen biztosítva van a megélhetése a családnak. Apa, anyu és 4 gyerek. Van fix bevétel. Hát nem hatalmas öröm. És erre mit dönt Hammer doktor? Feleségével együtt elmennek Olaszországba, ingyen gyógyítani a szegényeket. Ha? És erre mondanak mindenféle sarlatán, meg öngyelölt gyógyító, meg amit csak lehet, a média mindent rámond erre a fantasztikus emberre. Nápolyba mennek, ugye, azért tudjuk, hogy Nápoly, meg mondjuk Torino közt némi különbség van, ugye? Körülbelül annyi, mint Erdély és a Kárpátokon túli terület. Szóval, elképesztő, el akarnak menni, ingyen gyógyítani a szegényeket, minden stimmel, csak hogy éppenséggel a 19 éves fiával megtörténik az, amit álmában sem gondolt volna, se ő se egyetlen szülő. Ugye Szardiniáról
mondjuk van Szicília, Szardinia és Korzika, ez a három sziget a francia és az olasz csizma között. Szicília, Szardinia még Olaszország, Korzika Franciaország, és Korzika déli kicsikén van egy kicsi sziget, Kanáriának hívják, de ilyen szórakozó hely. Nyáron, augusztusban, 19 éves fiú, barátaival, hát átmotorcsónakoznak, hát látható távolságban vannak a szigetek egymástól. Átmennek Kávaló szigetre szórakozni, de Dirk mégis azt mondja, hogy maradok a csónakban, alszok, nem nézzem jól magam, menjetek, bulizzatok. És mi történik? Hát az történik, kérem szépen, hogy ezt a fiút álmában Viktor Emánuel, az olasz trónörökös, több részegen két pisztolydövéssel halálosan megsebesíti. Előre megfontolt szándékkal. Mindent elkövet az apja, hogy megmentse a gyermekét, 111 napon keresztül, tehát augusztus 18-tól december 5-ig mindent elkövet, 19 műtéten megy át a fiú. Végül meghal a fia, az apja karjai között. Van lenni a nagyobb tragédiai szülő részére? Azt hiszem nincs. Nem kell beleéljük magunkat. Elég, ha elképzeljük, hogy mekkora, hogy érdette meg Hammer doktor ezt az egészet. Hát hatalmas veszteségként elvesztette a fiamat. Azt az áldott lelket, aki még a végnek se által imádta a természetet, az állatokat, művészi lélek volt, és pont. Két hónapra rá Hammer doktornak heredalanata lesz. És elgondolkodik azon, hogy kell legyen kapcsolat az ő eredetanata és a fia halála között, mert magyarul mondom, ameddig a fia élt, ő tök egészséges volt. Érthető? Ennyi. És hát a kedves kollégák 1% túlélési esélyt se adnak neki, mert nem megy kemóra, nem megy sugára, csupán a műtétben egyezik vele. És Hammer doktor itt írja, tessék nézni, pokoli kínok következnek, oké? Ez a gyógyulás. Ezek a kínok abból származtak, hogy önálló ütésként éltem meg mindazt, amit vele a sajtó és az egész világ művelt. Meghal a fia, lelövik, és 13 év múlva fölmentik a gyilkost. A bizonyítékok eltűnnek, stb. Stb. Előadásból mindenki terül. Tehát ez a vashártya program, hát igen, ebbe illik belehajni egy vashártya gyulladásban, nem? De ő túlél. Azt mondták, hogy az egész hasa tele van áttétekkel. Na, innen indul a rákvastörvényének a felfedezése. A rákvastörvénye kivételt nem ismerő, kérlelhetetlenül szigorú törvény. Senki, de senki nem tudja bebizonyítani, hogy ez nem így van. Mi kell? Na most akkor, ha valaki kételkedik benne, elmondom a receptet, hogyan lehet egy rákot előállítani, oké? Kell hozzá egy nagyon váratlan, súlyos érzelmi konfliktus. Mondom, érzelmi és nem gondolati. Nem agymenésről van szó, hanem egy meglepetésszerű, váratlanul érkezett döbbenet, félelem, amit magányosan elszigetelten élek meg, vagyis magamra maradtam ezzel az érzéssel. Kirúgtak a munkahelyről. Oké. Uraim, nagy probléma? Hát persze, hogy az. Mert a férfi dolga a barlangban magunkat bevinni. Neki a munkahely legfontosabb. Itt van. És akkor mi van? Benne maradtam a konfliktusban. Már is mondom, a legfontosabb megoldási kulcs, tehát mi nem újjék el napot, de haragott el. Ennyi. És akkor itt végül az előadásnak. Hallottuk már ezt a megoldási kulcsot? Ugye nem én találtam ki. 2000 évben mondták, és még mindig nem alkalmazott. Ha csak ez lenne az az egyetlen szokás, amit az előadás után mindenki magáévá tesz, hogy lezárja békével a napjait, meg se tudna betegedni.
ez ennyire komoly. Ez az egész érzelmi megrázkódtatás a lélek egyszer tengelyen zajlik le, mint látjuk itt a lelket kisbetűvel és idézőjelben tettem. Mert nem a nagybetűs lelkemnek van konfliktus, az köszi szépen jól érzi magát, azt várja, hogy mikor engedem be az életembe, az ajtó befele nyílik. Érthető? Azt várja, hogy mikor csendesülök el. Hanem ez az egós személyiségeink, mert van belőle több is, egy buszra való egy emberben, ahány azonosultsága van, annyi egós személyisége van. Mi az, hogy azonosultság? Azokat a szerepeket nevezem azonosultságnak, amelyeket halálosan komolyan gondolom, hogy ez én vagyok. Hogy én orvos vagyok, hogy én tanító vagyok, hogy én anya vagyok. Anya vagyok. Igen, ez egy biológiai feladat, de nem kell vele küzdeni. Érthető? Nem kell vele küzdeni. Tehát ez a megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi választékít el. Ez az első legfontosabb gondolat, amit egy orvosnak magáévá kéne tenni ahhoz, hogy valóban tudjon segíteni a betegeket. Lélek, agyszer, tengelyen gondolkodok. Amikis a szervi válaszból tudom, hogy mi volt az ő érzelmi megrázkódtatása. Ha egyet ismerek a háromból, akkor tudom a másik kettőt is, hogy mi az. Szarul érzem magam, tudom, hogy az agyban hova csapódik be, és tudom, hogy mi a szervi válasz. Érthető? Ennyi. A konfliktus pillanatában egy nagyon fontos dolog történik, mégpedig az, hogy kialakulnak a sinek. Vagyis rögzülnek a körülmények. Miért? Mert a Lucy-nak rögzítenie kell a körülményeket, amelyek közt megélte, hogy a rossza majdnem elkapta. Vissza fogod menni még egyszer? Soha többet. De ha valami abból, amit ott megtapasztalt és megúszta, újra jelentkezik az életébe, elegendő tehát csak egy illat, egy fuvallat, egy valami kép, ami ott neki rögzül, mi történik? Újra indul az egész értelmes biológiai különprogram. Újra indul. És itt van a krónikus betegségek kulcsa. Ha nem zárom le békével a napjaimat, megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, sőt, hálával, akkor a sinek megmaradnak, és újabb konfliktus nélkül is elindul a program. Vagyis ez volt az a gondolat, ami elindított engem. Ha egy emlékeztető körülmény az egész programot újabb becsapódás DHS nélkül el tudja indítani, akkor miről szól a történet? Jajlakozunk vissza az élettamba? Ebből írtam állam is a dolgozatot. Az akciós potenciál görbéje a negyedik könyvemben benne van, ott elemzem. De csak annyi az dolog, hogy inger küszöb fölötti inger a sín. És elindít minden. Mert a biológiában van egy olyan törvény, hogy a minden vagy semmi törvénye. Ha elértem az inger küszöböt, minden megtörténik, ha nem érjen az inger küszöböt, semmi nem történik. Egyszerű? Érthető? Mindenkinek? Ennyi. Tehát akkor nem kell én valami fantasztikus nagy dolgot megéljek, elég csak, ha inger küszöb fölötti inger lesz, és elindítom a programot, az agyban ott van a lenyomata, de nem lesznek olyan körkörös gyűrű, mint amikor egy hatalmas nagy érzelmi becsapódás történik, hogy miért így és miért úgy. Részletezem a CTK belemzést abban a könyvben. Tessenek elolvasni. Szóval lélek agyszerv tengelyen betegedünk meg, és olyan hogy fogunk meggyógyulni? Hát szintén lélek agyszerv tengelyen gyógyulunk meg. Ugye milyen egyszerű? Csak ezt kell kicserélni. Ezt 180 fokos fordulattal átírom a félelmemet. A Nyuszi nem tudja a félelmeit feloldani. A Nyuszi az egész életét félelemben éli, de van egy pozitív tulajdonsága. Tudjuk ezt? Jelen van a pillanattal. Mindig figyel. Ha nem figyel, elkapják. Így van. És mi hol vagyunk? Jelen vagyunk az életünkben. Egy nap talán 10 másodpercet.
talán. Vagy addig, mi nézzük Hammer doktornak az arcát. De az agyam egyfolytában kaptok. És most is elemzi, hogy amit én elmondok, az hogyan illeszthető be abban, amit már tudok. Szólok mindenkinek, tegye félre a tudását. És teljes figyelemmel kövesse, amit mondok, megkapja a logika, akkor is, ha ellentmond annak, amit eddig hallott, és akkor meg fogja érteni, hogy hogyan tud kimászni abból, amiről önök. Aki nem csinálja, az beszegszik magában velem, és közben három mondat elhangzik, és lemarad. Tehát értelmes biológiai különprogramról beszélünk, nem betegségről. Mi az értelme mindennek, ami a szervezetemben történik? Túlélés és fajfenntartás, logikus. Biológiai? Igen, mert a biológiai testemben történik. És külön program? Igen, különben nem indul el, csak a benne maradott a konfliktusban. Logikus? Logikus, hogy minden tünetemnek értelme van? Tudnánk ennek örülni? Mondom, tudnánk ennek örülni? Vagy további félelemmel élem meg azt, hogy épp gyógyulok? Ehhez nem kell más, csak bemenni a rendelőbe. Bum! AT! Biológiai képtelenség. Az AT, ugye megértjük a harmadik törvényben, hogy miért. Tehát itt van a lényeg. A rák kialakulásához egy váratlan, meglepetésszerű, nagy drámai történetre van szükség. Ami a csípőből megszoktam, nehezen versik. Hallottunk ilyet? Szoktunk ilyet mondani? Hát nehezebb lesz, de megcsinálom. És akkor csodálkozok, hogy rákja is jönnem van. Hát ne csodálkozzak. Mert a lélek egyszer tengely felfedezése, tudományos táblázatban való foglalása, paradigmaváltás a medicinában. Ezt jelenti, tetszik látni ezt. 180 fokos fordulat. Minden megoldás erről szól. 180 fokos fordulat. Ha nem vagyunk hajlandó megcsinálni a 180 fokot, akkor nem lesz belőle gyógyulás. Érthető? Nem lehet, hogy kicsit félek is, meg kicsit bízok is. Van ilyen. Vagy félek, vagy bizalomban élek. Nem az a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, ez Shakespeare egy kicsit elfogalmazta. Nem, a kérdés csak az, hogy élsz vagy félsz. Ez itt az egyetlen kérdés. És akkor miért élünk félelemben? Miért élünk félelemben? Visszaadom a képet. Mert így neveltek. Ez a nevelés, hogy jobb félnünk meg élni. Így van, ezt hallotta mindenki. És azt hallottuk már, hogy jobb bízni, mint félni. Ki az, aki hallotta? Hát akkor mondjuk ki most egyszerre mindannyian, én figyelek, jobb bízni, mint félni. És? Jobb bízni, mint félni. Azt mi mosolyogsz? Mi mosolyog? Mit tudok én tenni? Egy pozitív gondolatot tudok átadni, és ha azt magamévá tettem, ha el is hiszem, és ez szerint élek, akkor megváltoznak a tévhiteim, hogy jobb félni, mint meggyelni. Mert ameddig félelemben élek, tudok feltétel nélkül elfogadni? Nem. Csak feltételekhez kötve. És ha bizalomban élek, tudok feltétel nélkül elfogadni? Igen. Hé, ez ilyen egyszerű. Pontosan ilyen egyszerű. Tehát mit mutat meg a tudományos táblázat? Minden egyes sora azt mutatja meg, hogy hol kell még megtanulnom a feltétel nélküli elfogadást. Kezdjük érteni, hogy miért művelték Hammer doktorral azt, amit műveltek. Mert a szeretetben élek és elfogadásban élek, lesz még konfliktusom? Lesz? Nem lesz. Hát akkor beteg sem leszek. Érthető? Ugye milyen egyszerű? Szóval
Mindenki eldöntheti, vagy továbbra is félelemben akar élni, és akkor teszteli a tudományos táblázatot, vagy végre hajlandó eldönteni, hogy azt, ami még 120 éves koráig hátra van, azt az időt végre bizalommal fogja élni. Na ezt, amikor átadom a lelkemnek, a nagybetűs lelkemnek az irányítást, ez pont azt jelenti, hogy a bizalomra szavazok minden esetben, és miért jó? Mert amíg félelemben élek, addig nem látom a valóságot, addig teli vagyok előítéletekkel. Így van. Amikor bizalomban élek, akkor látom a valóságot, azt, ami valójában van, és látom, hogy ki az, aki át akar verni, ki az, aki felrakta az amerikai bűmosolyt, akkor látom a másik embernek a szándékát, és ez nem az öt érzékszervemnek a eredménye. A tisztánlátáshoz, nevezzük harmadik szemes látásnak, nem kéne festeni egy pöttyöt, mint Indiában, nem. Csak annyi kell, hogy bizalommal élek, és figyelek. Én már nem tudok nem figyelni. Nem érzem jól magam, ha nem vagyok jelen az életemben. Ennyi. Ne hidd el, próbáljuk. Teljesen más életet fogunk élni ezután. Szóval, lélekadszert engedj. A koponyalakban párhuzamosan készül röntgenfelvételeken, ugye rétegfelvétel, CT, az jelenti, hogy komputertomográf, tehát számítógép által vezérelt röntgen, ami rétegfelvételeket készít. Nos, ez akkor fogja azt mutatni, amiről Hammer doktor beszél, ha nincs kontrasztanyag benne. Hú, hát ez a legolcsóbb. Hú, az nem ér semmit, azon nem látszik semmi. Nem, hát pont a lényeg látszik rajta. Hogy betettük a kontrasztanyagot, onnantól kezdve már aminek látszik, a kéne nem fog látszani. És szólok mindenkinek, ha elküldik MR-re, menjen a marra. Az MR arra jó, hogy még csúnyább képet hozzon ki, mint amilyen. Érthető, hogy az ember, a laikus ember is megdöbben, de látja mekkora daganat van az agyában. Aj, daganat. Hát itt is lehetne még miről beszélni, de egyezünk meg, hogy mindenki számára az egyetlen valóságban saját megélései van. Ha kirúgnak öt embert a munkahelyéről, akkor mi lesz? Mindenki másképp fogja megélni a történetet, de most kevesen vannak a férfiak, akik vannak, azok már tudják a játék kimenetelét. Úgyhogy akkor most virtuálisan a hölgyekkel játszunk, Hammer doktornak itt van az eset története, a 40. eset című előadásban részletesen ezt még megtudjuk. Ugye hazamegyünk hölgyeim, reggel 10-kor a munkából, a sétából, vagy valahonnan, kinyitom az ajtót, és ott találom a férjemet egy másik nővel az ágyban. Hát erről szól a világban, nem? És akkor mi van? Megélem azt, hogy hát mi a felének nem velem van az ágyban, mi ez másodrangú hölgyel, hisz én vagyok a legjobb nő a világban. Így van, hölgyeim? Igen. Na még egyszer, így van, hölgyeim? Igen. Na végre. Mindenki tisztában van vele, hogy ő a legcsodálatosabb nő a világban, ugyanis mindegyikből csak egy van. Találkozott már valaki a hasonlással? Még az egypetéjükreg sem. Még az egypetéjükreg sem megformált. Figyelem? Mondják utána a következőt, jó? Egyedi? Egyedi. Megismételhetetlen? Megismételhetetlen. Csodája vagyok a teremtésnek. Aki még mosolyog is hozzá, az tényleg átélte ennek a gondolatnak is az örömét. Ha is csak találkozott a lelkével. Ennyi. Ennyire egyszerű felvenne kapcsolatot a lelkemmel. Ha neki műtő tanfolyam létezik az elképesztő. Na jó, szóval. Miért egy másik nővel megyünk most vissza a biológiába, jó? Most kicsit lejjebb ereszkedünk a megélt örömből,
De ha egyedi megismételhetetlen csodája vagyok a teremtésnek, akkor mit szabad engem, ha a férjem egy másik nővel összefújt az ártal? Miért szabad? Mert birtokolni akarok. Mert ez az én férjem... Igen. Persze. És pont ebből a ebből menekül. Igen, mert nem szeret, és senki sem a birtoknak nézik. Fordítsuk meg a helyzetet. Szereti valaki, ha a birtoknak tekinti? Na, szóval, ha társnak nézik, az egy másik kérdés. Amúgy szombaton a tanfolyam germánnyú tudomány részét az orgazmussal fogom befejezni. Lesz. Elkészítek mindenkit rá, jó időben előre. Központi önleértékelés, mivel nem tudom, hogy egyedi megismételhetetlen csodája vagyok a teremtésnek, és mindenkinek meg akarok felelni, mert nem vagyok tisztában azzal, hogy ki vagyok én valójában. Tehát mit fogok megélni önleértékelést? Hát ezzel a csinos nővel én nem tudok fölvenni a verset. Hát én ezt a... Amit én itt láttam, na én aztán a neveltetésem, nem kérem, az én vallásos neveltetésem ehhez nem enged, hogy én azt csináljam, amit ott láttam. Vajon nem azért keresettek, hogy vedd egy másik nőt? Aztán a kérdés az, hogy hány konfliktust érünk meg ebben a pillanatban. Szexuális problémát, oké, okay, akkor a... Tehát leírom magamat a szexualitásban, érintett lesz a szemméremcsonka, a színfizis, ugye? Szemével, szemérmetlen dolgot én nem tudok megcsinálni, vagy egészen szó szerint elmondjam, vagy én már semmit nem élek az ágyban, leírom magamat nőként, akkor a medence csontjaimban is megjelennek a csonthiányok, és ezeket a csonthiányokat már is metasztázisnak fogják. Na jó, meggondolodok, mert kiderül, hogy benézek, hogy hát az egy kurtizálottan, egy fizetett szolgáltató. És akkor megijedek és meg is gondolodok. Vagy egy tudott turnálod. Figyelem, kinyitjuk az ajtót, oké, és ott találom a férjem egy másik pasossal az ajtót. No? Ez már aztán tényleg váratlan. Így van. És akkor mi lesz? Meg is gondolkodom, meg is ijedek. És akkor csodálkozom, hogy elkap az éjség, mondjuk minden reggel 10-kor reggel, mert eszembe jött, hogy jaj, vajon a jelen most kivel emberek. Így van. És rögtön olyan éhes leszek, hogy valamit ennem kell. És mivel ez nincs megbocsátott, de nem felejtek, ugye? Jön a hormonális változás, és mit ad Isten, kiderül, hogy cukorbeteg vagyok. Vajon ki csinálta? Jó, a hormonális változással az alacsony vércukor átment magasba. Ennyi az egész, hölgyeim. Akinek, magas, akinek a változókor hozta ki a cukorbetegségét, annak nem én toltam, hanem a fel nem oldott undorféle konfliktusán volt az időskori cukorbetegsége. Ne, hát jó van, teszem a gazdaságos szemét, meg minden, ezeket ki lehet tisztítani, de még érzelmélet nem zárjuk, nem marad minden. A birtok kijelölés az a legszebb történet, mert a hölgy kinyitja az ajtót, és miért az én ágyamot? Miért nem mentettek a magot elbedugni? Mit keresített? Egy szép olasz film, repülő csészája, ugye menekül mindenki. És minden reggel 10-kor szabad pisilni a hölgy, mert hát ki kell jelölni a területét. Tudjuk, a kutya is. Tiszteletel jelölni ki a területét, mi is. Mi is ezt csináljuk. Tehát akinek gyakran kell menni pisilni, és nem felfázod. Nem. Nem mert hidegre lépett. A hideg külügyet. Nem. Mert terület kijelölési konfliktusa van. A kül csak lehet, hogy emlékeztek ír. Tehát csak sinként jelenti meg. Elképesztően jó tisztánlában ezeket a dolgokat. És itt van az utolsó, már nem szereti a férjét, neki is van barátja. Ilyenkor van konfliktus? Nincs. De akkor betegség sincs.
félre ne értsük el meg a hölgyeim, nem azt jelenti, hogy akkor beszerzek tartalékba valakit, hogyha ez megtörténik, legyen hova menekülni. Nem. Ez csak azt magyarázza, ha nincs konfliktus, nincs betegség. Megegyezhetünk. Na jó. Szóval, akkor érthető, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható? Nem a történet számít, hanem az ő megélése. Őre ez miként adott. Ennyi a lényeg. És ezt el fogja tudni mondani egy családtal, hogy én mit éreztem? El tudja mondani a történetet. De hogy én mit éreztem, az senki. Ezért van, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Mit tanulunk az első természet törvényből, vajon mi? Hát, egészen cigi, hogy én betegítettem meg magam, mikor? De jó hívom azt, hogy én is fogom meggyógyítani magam. Hoppá! Miről szól a biológia? Miért küzd minden élőlény? Túlélésért. Akkor mondjuk ki megint egy örömteli mondatot. A testem minden nap az életben maradásért dolgozik. Vajon? A testem minden nap az életben maradásért dolgozik. Jó hír? Jó lenne, nem elfelejteni. Akkor is, ha éppen görcseim vannak. Jó? Akkor is. Tehát, ha lezárnám a napjaimat békével, ismétle megértés, megbocsátás, elengedés, elfogadás, hála, akkor nem lennének kronikus betegségek sem. Akkor eltűnnének a sinek. Sinek? Ó, pályon vannak a fejünkben. Hát ők? Hát 60 év alatt mennyi feloldatlan konfliktusom van? És úgy emlékszek rá, hogy gyerekkoromban ez történt. Jaj. Akkor tisztázzuk, hogy az agyunk nem tud különbséget tenni a valóság, az állam és az illúzió közt. Az, hogy bejöttek ebbe a terembe, az valóság? Nem, mert már itt vannak. Az, hogy ki fognak menni a teremből, az valóság? Nem, mert még mindig itt vannak. És a gyerekkorom az valóság? Nem, az egy illúzió. Tehát illúziók miatt betegszem meg. Nagy bosszus. Mi lenne, ha lezárnánk békével? Megértéssel, megbocsátással, így szépen kidolgoznánk. Legalább a fél után csinálnám meg valaki. De még egy konzultáció után sem csinálja meg, és akkor írja 3 hét múlva az dolgot, hogy még rosszabb van, mint volt. Én meg tudom valaki helyet csinálni ezt a melót? Nem. Én ezt megcsináltam. És ez mivel jár? Egy csomó dologra nem is emlékszem. Beletettem a hálát. Az egész pokoli gyerekkoromra hálával gondolok. És meg is értettem a germán gyógytudomány által, ha az nem úgy lett volna, akkor hát egy kicsit konstellált lennék. Egy kicsit. Na jó. Minden félelem egy újabb programot indít el. Persze az is számít, hogy egy konfliktusra hány dologra asszociálok. És ezért mondom, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni. Egy konfliktus és minimum 5 megélés. Tökéletes. Akkor mit kell csinálni? Kell rögetni a sineket? Egyenként foglalkozni minden programmal? Vagy lezárni végre azt a történetet. A lényeg mi lenne? Tegyük feleslegessé. Hoppá, mi? Az egész germán gyógytudomány. Nem kell megtanulni, jó hír? Aki szeretné megtanulni, tanulja meg, mert gyönyörű, logikus és tudomány. De ha meg akarok gyógyulni, annyit kell tudnom, hogy mit kell megbocsátanom, mert megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. És az egy érzelem a megbocsátás. Az nem egy gondolat. Hatalmas különbség. Második természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy mi hogyan zajlik le az értelmes biológiai tünetprogram. Hát 2 fázisban, konfliktus aktív, megoldás követő fázis, becsapódott az érzelem, agyi szinten, ugye koponya alakban párhuzamosan,
konfliktus aktív fázisban látjuk a körkörös energiagyűrűket. Pontosan megfejtettem, hogy ez miért jön létre, hogyan jön létre, és pontosan az akciós potenciál tanulmányozásával. Ugye, honnan tudta valaki 1984-85-ben, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, mert 2022-ben erre szükségem lesz. Érthető? Nincsenek véletlenek, testnek nem megmondott. Akinek itt a helye, az most itt van. Akinek nincs itt a helye, az ne is jöjjön, mert csak zavarja. De megyünk. Tehát becsapódás, agyi szint és szervi szint. Mit fogok konfliktus alatt megélni? Hát az, hogy zakodol az agyam. Nem tudok elemenni. Folyton azon jár az esze. De hogy teheted ilyen? Így van. Mert nem tudom megérteni. Mi volt az első lépés? Mi volt az első lépés? Hogy? Megértéssel. Hát ebben segít a germánygyógy tudomány, hogy megértsem, hogy azért viselkedik úgy, mert biológiai kényszerpályán van. A főnököm, az anyosom, a szomszédom vagy bárki. Biológiai kényszerpálya azt jelenti, hogy az agynak a két oldalán, jobb és bal oldalon ugyanazon a szinten van, két feloldatlan konfliktusa, és onnan már kényszerpálya van. Megváltozik a viselkedése. Ennyi egyszerű. És ha megoldja a konfliktusát, teljesen helyre jön még a skizofrén ember is. Erre is van például, hogy skizofréniából meggyógyult, amit szólok hozzá. Hoppá. Tehát ha tudom, hogy mi okozza, akkor tudok vele foglalkozni. Persze még mindig ott áll, hogy a betegség, a beteg nélkül nem gyógyítható. Szóval, ha szándéka van, akkor tudom segíteni. Zakadtok az agyag. Hideg a kezem, hideg a lábam. Ment valaki úgy vizsgázni, hogy nem izgult? Hát tudtam két leckét. Akkor már el kell menni vizsgázni. Kihúztam. Hát persze, tudományos szocializmusból. Nem az alaptantárgyakról van, hanem az ilyen fantasztikus dolgokról, ami kötelező volt. Egyetem éveim alatt, minden évben volt valami. A legszebb a tudományos szocializmus volt. Na szóval, mivel nem volt tudomány, ezért össze is mondom. Szóval, zakatol az agyam. Nem tudok aludni. Valakinek baja van az alvásával, és nem tud nyugodtan aludni. Akkor oké, hallgatjuk a hámeri zenét, és megteremtjük a belső békét. Akiben belül béke van, az mit fog magától kisugározni? Tesz fogja kisugározni. És akkor rá fog jönni, hogy nem kell elmenni LK-Minóba, hogy találkozunk lelkében. 800 km-től rúgolni. Elég azt a 30 centit megcsinálja, ami az agy és a szíve között. Ennyi. Átadom a lelkemnek az irányítást. Így van? Na jó. Magas vérnyomás van? Persze. Hát de van egy új szar. Bocsánat. A szer az egy alapvető magyar szótő. Gyógyszer. És szer szerelem. Tehát a gyógyszer az, ami gyógyít. Ami nem gyógyít, bocsánat, az gyógyszer. Szóval úgy benne voltam, úgy hittem benne, és akkor, amikor rájöttem, hogy hát ez is csak a gyógyszeriparnak a bevételét növeli, és ha nem szedélyedtek, akkor nem jó, a szedélyedik jó, tehát ez a legjobb biznisz. Életed végéig szedned kell. Nincs ilyen. Rubi? Még a patkánymérget sem kell életünk végéig szedni. Nem tudjuk mi az? Úgy hívják, hogy vérgyógyító. Nem tudtuk, hogy patkánymérget? Na nem mindegy, nem. Szinkumár, az kumarin, az patkánymérget. De már vannak újabbak, modernebbek is. Nem kell mindig szaladgálni, ilyen ért nézni, meg egyetet. Na jó,
konfliktusabbi fázis. Tehát ha valaki bontmástól ezzel tudja, mi az, hogy feszül, nem alszik jól, nincs étvágya, nem eszik, lefog. Magasabb vérnyomásra, és sokáig benne ül, akkor még a stressz hormon szintek is megemelkednek. Oké. Logikus. Miért? Mert az a becsapódás, az a bizonyos DHS, mit jelent a biológiám számára? Hát életveszély, és meg kell oldja. Ennyire egyszerű. Ha megoldottuk a konfliktust, ugye, akkor jön az exudatív fázis. Rendben. Mi lesz benne? Gyógyuló, megoldás követő fázis. Exudatív, epileptoid krízis, megesedési fázis. Az exudátum, vagyis folyadék gyűlemlés születi szinten, és látjuk agyi szinten. Nézzük csak meg ezt a csodálatos képet. Itt van egy gyógyuló hámeri góc, meg itt van egy másik gyógyuló hámeri góc. Ez egy jobbkezes férfi volt, akkor mondjuk hazament, és azt mondta az asszony, hogy jelen, ott van a két gyerekkel és a két bőröndel. Én most elmentem, mert én a Gyurival fogok ezután járni. Na, mit élt meg a jelen? Hát megélte azt, hogy elvesztette a családját, birtokvesztés, és elvesztette a gyerekeit is. Hogy meg a túloldal. Egyszerre jött meg két konfliktus. Oké. Eltelt nem tudom mennyi idő, azt mondja, hazajött a két gyerekkel, és azt mondta, Jenő, mégis te vagy az igazi. Megoldott a konfliktust, és mi történik? A megoldásban először folyadékot gyűjtött be, nem csak szervi szinten, nem csak a herék, meg a szív szintjük, hanem agyi szinten, és ez nem agy tagadat. És amikor az epileptoid krízis leszálló ágában vagyunk, akkor kezd a víz belőle kipréselődni. Látjuk ezt a kettő, ezt a két relét. Ez a ugye szelep magasság mutatja meg, hogy hol nézem, bár ez egy szép, hogy lejjebb vagy feljebb nézem. Tehát ez dönti el, hogy itt most már éppen a helékről vagy a vesének, a parenkímájának a reméjét nézem, mi a lényeg? Hogy ez már tisztul fel, ez nem érintett, ez volt érintett, megy ki belőle a víz, kezdi visszakapni a színét, mint amikor a vihar után ugye a nap megint kibújik a felünk alatt. Ennyit láttuk. Nem tagadom. Jó így? A gyulladás tüneteit mindenki tudja, kórusban, rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, reza. Ennyit csak azért érdemes megtanulni, mert ezt már a középkorban leírták. Ez nem az akadémikus orvostárs fedezte fel, ezt már középkorban leírták, hogy rubor, vagyis piros, kálor, meleg, tumor, duzzad, dolor, vagyis fájdalmas, funkció, reza, nem működik rendesen. Hát ha valakinek már volt begyűl a tízülete, akkor tudja, hogy mit jelent. A exudatív fázis. Az epileptoid krízisben kipréselődik a víz, tehát szervi szinten és agyi szinten is, és jönnek a krízises tünetek, nem megyek bele, mert minden ébrikának más és másként zajlik el a krízisel, de mondjuk itt megállhat a szívem, majdnem idáig jutottam, ami a túlhajszoltság megoldása volt, csak a pulzusom zuhant meg a vérnyomásom, nem állt el szívem. Aztán van olyan, hogy epegőrcs, repegőrcs, mélyélás, trombózis, tüdőembólia, stb. És utána jön a hegesedési fázis, ami azt jelenti, hogy a frissen leöntött betonban nem lépünk bele, mert ott marad a nyoma, így van. Tehát meg kell erősödjön az a szövet, amit rendbe tettem. Ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, mit csinál a biológiám? Hatalmas fáradtságot fogok érezni. Ha kislábujjamat is nehezen tessék megmozdítani. És akkor kéne a behűtött pezsgőt felbukkantani, mert már túl vagyok a nehezén, és már csak így kell várjam, hogy megerősödjenek a szöveteim. Ennyire egyszerű. Értelmes, biológiai különprogram. Ha tudom, hogy hogyan zajlik le egy-egy program, bocsánat, ingyen ott van a weblapon,
akkor nem rohangálok jobbra meg balra, nem szedek mindenféle őrültséget több százezer forint értékben, hanem megnyugszom, megtámogatom a biológiámat azzal, hogy rendesen táplálkozom. Nem ekkor kezdek el vegán étrendet enni. Mert azért vagyok beteg, mert eddig húst ettem. Pont, hogyha szükség van arra, hogy állati fehérjét fogyasszak, ilyenkor félretesszük a meggyőződésünket a táplálkozásról, nem csinálunk belőle vallást. Ha hús nem eszek, akkor eszek tojást, eszek tejterméket, de rendesen, ahogy illik. És akkor mi fog megtörténni? Vissza fog épülni mindaz, aminek vissza kell épülnie. Ez a rendezésnek a lényege, és aztán megy minden tovább. Értelmes? Csak az nem értelmes, hogy mindezt mi félelemmel éljük meg, és megmutatom, hogy lehet majd krónikus betegségeket csinálni ebből. Mit tanulunk a második természettörvényből? Hát először is tudhatom, hogy hol tartok. Nyilván, ha megtörtént az érzelmi lezárás. Rájuk arra, hogy nem beteg vagyok, hanem éppen gyógyulok. Jó hír! Hello! Nem beteg vagyok, gyógyulok! Nagyszerű! Kell még aggódjak? Na pont ezzel fogok elindítani újabb és újabb hülyeségeket. És ezzel jutok el az egyirányú utcában és a temetőben. Mert ahelyett, hogy örülnék annak, hogy gyógyulok, hát de hogy néz ez ki? Hogy néz ki a mellem? Azonosulok a mellemmel, akkor abba fogok belehalni. Ennyi. Mi van akkor, ha nem múlik a fájdalom? Két dolog. Vagy túl hosszú ideig voltam a konfliktus aktív fázisban, vagy elakasztottam a gyógyulásomat. Az is kiszámítható, hogy mikor az zárul le a program biológiailag, de a jó hírem az, hogyha valaki mondjuk 5 évig koptatta a csípőizületét, mert nem bírta elviselni az anyóságot, az élet megoldotta, mert anyós frekvenciát váltott, és elkezd fájni a csípőizülete. Nem kell 5 évig szenvedni, hogy a csípőizülete rendbe jöjjön. Nagyon konkrét példát mondok. Egy vállalkozó Komáromból konzultációt kért vastagbélek miatt. Mindent megértett, mindent megoldott, és 13 nap múlva felhívott, hogy képzeljen el, kiszartam a tagadatát, így mondta. Egy teniszlabda nagyságú tagadat ment két természetes úton belőle. Nyilván kísérő vérzéssel és hatalmas örömmel. Mondom, 13 nap múlva. Mert 13 napig folyamatosan ezen dolgozott. Nem mint az amerikai hölgy, aki a konzultáció után 3 hónappal írja, hogy semmi nem változott, de az, hogy reggel van 10 perce, meg este 10 perce magára. Hát mondom, akkor folytassa így tovább. Kérdés akkor is 10 percig valóban jelen van a pillanatban, vagy zapatol az anya. Itt van Zygmunt Oldenburg, ugye Hammer doktor felesége, Hammer doktor ezt írja szó szerint a könyvében, drága feleségem, Zygmunt Hammer, orvos és hűséges társam, majdnem 30 éven át. 5 rákbetegség legküzdésére volt képes. Többé-kevésbé egymás után szenvedését szeretett fiúk halála okozta. Egy akut szívinfarktus miatt 85. április 12-én halt meg a kardiumban. És akkor így lehet, hogy azért nem gyógytudomány a germán gyógytudomány, tehát Hammer doktornak meghalt a felesége Merrákban. Mit olvasott ez? A szkeptikusokat olvasta, az igen, azt találjuk. Hammer doktor felesége szintén tragédiaként élte meg a fia elvesztését, amit látjuk, intelligens volt, tehát 5 programot indított, megoldotta őket, csak közben a szívünkkel nem lehet játszani. A túlhajszoltság az egy ponton túl már nem bocsát. Érthető? Nem lehet büntetlenül tesztelni a táblázatot.
jó lenne lezárni a napjainkat békében, mert az egész múltat. És nem kell elmenni agykurkászokhoz, hogy a gyerekkorunkat kibányásza, és olyan dolgokba mászol bele, amire nem is emlékszünk, hölgyeim. Az éjjel egy ilyen hölgynek írtam veled, hogy álljon le a pszichológushoz való járkálással. Álljon le. Vagy megérti, vagy belehal. Van példám rá, hogy ami szombaton itt lesz, az meghallja. Hogy lehet időn túl megoldani valamit, és belehalni 6-7 múlva. Szóval nem mellagadatban halt meg, és ebben az évben még 85 áprilisában Hammer doktor azt tudja, hogy a rák hogyan indul el, mi indítja el, és azt is tudja, hogy két fázisban zajlik. Érthető? Még csak ennyit tud. És a felesége itt vár a frekvencián. Úgyhogy, hát aki nem tudja Hammer doktor életét, az persze járthatja a száját. 86! Bevonják a működési engedélyét, mert nem tagadja meg esküvel, amit felfedezett, és nem tér vissza a fehér birkák közé végetni, úgy hívjuk akadémikus orvosolinát. Nem teszi azt, amit a szent protokoll előír. És ezért bevonják a működési engedélyét. Miből éljen meg? Foglalkozott ezzel valaki? Aztán börtönbe zárják, mert ingyen tanácsot adott a betegnek, hogy mit kéne tegyen ahhoz, hogy meggyógyuljon. Értjük? Ezért börtönbe zárják. És amikor a bíróság meghozza az ítéletet, hogy már pedig a Tübingeni Egyetem legyen szíves lefolytatni a verifikációt, vagyis ellenőrizze, hogy igaza van, vagy nincs igaza Hammer doktornak, az egyetem lazán kijelentheti, hogy ő ezzel nem volt foglalkozni. Na, kedves betörők, bérgyilkosok és tolvajok. Hoznak egy ítéletet, és szólnak a bocsika, én nem óhajtok börtönbe menni. Puszit. Hát ennyit a jogról, meg az igazságszolgáltatásról. 87-ben, már 2 évvel vagyunk a feleség halála után, embriológia és magatartás kutatás alapján megtalálja a 3. és 4. természettörvényt Hammer doktor. Visszalapoz az alapokra, és csak szólok, jegyezzük meg, amíg az alapokat nem tesszük rendbe, addig a hibás tudásunknak leszünk az áldozata. Én senkit nem akarok meggyőzni, nem az én feladatom. Én elmondom, és mindenki döntse el magában, hogy ez így van, vagy nem így van. Nem kell elhinni, tessék bebizonyítani, hogy Hammer doktornak nincs igaza, és egyből 3 Nobel-díjat fognak adni. Mert még eddig nem tudták bebizonyítani, 81 óta. Senki nem tudta bebizonyítani, hogy Hammer doktornak nincs igaza. De akkor lehetetlenül veszünk az ember. És hogy ne zárják börtönbe, hova menekül? Norvégiába, mert az nem a EU-nak a része. Szóval, embriológia. Vagyis az az élet, amit a 9 hónap alatt az anyamében töltöttél. Vizsgáztunk belőle. És ha mindenképp lábbal akarják kiporni a germánia tudományt, akkor az orvostan hallgatókat nem fogják embriológiára tanítani. Mert ha tanítják, akkor rájön a logikára, hogy Hammernek igaza van. Logikus? Szóval, a megtermékenyített betegségből alakul ki mindenki, aki itt van. Így van? Így van? De teszem itt fel a kérdést akkor. Akit itt látok a székben, az csupán anyunak meg apunak a szexuális végterméke? Igen? Nem. Tehát valamivel több. Na, erről van szó. Erről valamivel többről van szó, és ha felveszem vele a kapcsolatot, akkor ahogyan létrehozta először a biológiai testemet, ugyanúgy helyre is fogja tudni hozni talán. Megbíznám benne. Ha?
bizalom nélkül nem fog működni semmi. Megdöbbentő képeket tettem be a holnapi napra, amit még eddig senki nem látott, mert tegnap este tettem be. Szóval, ott tartunk, hogy három csillalemez, Hammer doktor színei, a piros, a narancs és a sárga. Ez keresztmetszetben, ezt látjuk. És ez egy olasz filmből van. Piros, narancs, sárga. És itt van az agy, tessék, piros, narancs, sárga. Kérem, itt rend és hierarchia van. Itt nincs demokrácia, itt nincs tüntetés, itt nincs. Itt egy életen át a sejtünk azt csinálja, ami a feladata. Megvan az agyi központja, az agyi irányítása, és onnantól teszi a dolgát. Mi van, ha kikapodok egy sejtet a szervezetből, és berakom Petri csészébe? Hát akkor megszűnik a lélek agyszer tengely, így van. És ezzel bizonyítják, hogy Hammernek nincs igazat. Te mondom, te normális vagy? Marvi, hát gondolkozz már. Hát a lényegből, a lényeget nem fogtad föl. Ja. Jó. A harmadik természettörvény, amit laikusként illik tudni, csak ennyi. Sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, így van. Mi van, ha nem működnek? Hát az holttest. Az is sejtekből van felépítve, de nem működik. Na jó. Tehát mit tud tenni a biológiai testem a túlélése érdekében? Hozott anyagból dolgozik, mint a jó Schuster. Tehát sejteket szaporít, vagy sejteket sorgaszt, vagy sejtek működését blokkolja. Nincs negyedik. Oké? Mit csinálunk? Most hagyjuk a agyi központot. Ha sejteket szaporítok a konfliktus aktív fázisban, mit fogok tenni a megoldásban? Hát lebontom a felesleges sejteket. Logikus? Mert senkinek nincs egyetlen felesleges sejtje sem, akárhány kiló. Ha lebontottam a sejteket a cél érdekében, a túlélésért, lebontottam, mit fogok csinálni a megoldásban? Hát visszaépítem a hiányzó sejteket. Logikus? És ha leblokkoltam a működését, mit fogok csinálni a megoldásban? Hát visszaállítom a működését. A világ legegyszerűbb egyetlen szeret. Érthető volt mindenkinek? Na ennyit kellene tudni az orvosoknak is, meg azt, hogy élet a szertengei. És ha nem viszi el, akkor lapozom vissza az embriológiába, tanulja meg újra, és nézze meg, hogy mi van, vagy nem úgy van. De elég, ha a szegedi tudósnak a könyvét végig olvassa, mert abban minden benne van, orvostudományban beszélek. Minden, szentágotai. Szentágotainak a Funkcionális Anatómia című könyvében mindenütt ott van, hogy mely csillalemezből származik az adott szövet. Lehet, hogy már nem ezt tanítják az egyetemen, de akkor nem csodálkoznak. Az anatómia nem változik, értjük? Az nem változik, az alap. És hál' Istennek leírták már még mielőtt a Flexner tanulmány megjelent volna 1910-ben. Hallottunk erről? Tudástár, videó, szabadságot a léleknek. Című 37 perces riport, jó? 37 perc. És megértjük, hogy miért tartott ma a medicina ahol tart. Hát azt egy orvos megnézi, utána furcsán fogja érezni magát másnap, amikor bemegy a rendelőbe. Szóval ennyi a lényeg. És ugyanazt, amit az előbb láttunk, mostan egy kicsit megbonyolítottam, mert az agynál, ha megcsinálom a különböző szintű felvételeket, akkor ezeket a képeket fogjuk látni, ezek a képek ismétlődnek a könyveimben, pontosan azért, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Én ebben részletesebben nem megyek bele. Itt vannak petesek, ugye földjeim, ezt mindenki láthatja, mert 200 mikronos, 0,2 mm, egy nagy sejtről van szó. Itt vannak fölötte az utolsejtek, és nézni, pont ez ide bement. Na ő volt. Jé, és ahogy ez bement,
Minden le van zárva, és több nem tud bejönni. Hányan versenyeztünk első versenyben? Életünk első versenyében tudjuk, hányan voltunk? 50 millióan. Hello! Hát én győztem, azért állok itt. Hát nem? Hát ha életem első versenyét megnyertem, akkor most mitől félnék? Jaj! Na nézzük meg, hogy hogy történik mindez. Röviden, ez csak 4 percben megnézzük a 9 hónapot, és... Oké, már indul. A nagy bum! Itt vagyunk 50 millióan, itt van a két út, a fele rossz irányba ment, már csak 25 millióan vagyunk. Megyünk fölfelé, fölfelé a betevezetéken, és meglátjuk a gyönyörű nagy, nagy petesejtet. Na és mindig a hölgyek választottak, tetszik venni? Már volt a hölgy választott, engem engedett be, egyesül a kromoszóma, minden. Rendben van, ez a szövetségre állapot, visszaérkeztem a végületbe, megtörténik a beágyazódás. Most, látjuk, felvettem a kapcsolatot az anyai lény átkártyával, csak úgy magától elkezdünk fejlődni, látjuk, ott már dobok a szívem, és még csak 21 napos vagyok, ott voltam a kopoltyúimben, kopoltyúbarázdák, látjuk, mint a halaknak, ezeknek nagy jelentősége van, és csak úgy magától kinő a kezem, a lábam, fejlődök, 3 hónap alatt minden, de minden szerve kialakul, 3 hónap alatt mondom, utána 6 hónapon keresztül tömegében nő a gyermek. Nézzük itt egy részletet. Idegrendszer, a legcsodálatosabb kompjúter a világon. Felülír minden mesterséges intelligenciát, tessenek megnyugodni. A költőzsinóron keresztül érkezik minden fizikai szintű ellátmány, és azon keresztül adjuk ki, amivel nincs szükségünk. Ez kisfiú, ez meg kislány, hogy mekkora probléma van ebből, hogy kívül van, vagy belül van, ez a legnagyobb cucc. Elképesztő, hát itt van a gyönyörű belső fül, a csikát látó törtönös figyelmet, fantasztikus a hallás, magyar tudós Nobel-díjat kapott értelmet megfejtette, hogy hogyan hallunk, döbbenet. Ugye itt már túl vagyunk a 3 hónapon, növekszünk, és mit gondolunk vajon ebben a helyzetben? Hát, élek, mint hal a vízben, nem? Semmi probléma, nem kell füvet írni, permetezni, jön a kaja, megy a kaka, szopom az ujjam, és szép az élet. Csak hogy egyszer minden szépnek vége lesz, és az, hogy mennyire szép ez a nénem belül élet, ez csak attól függ, hogy az anyuka, hogyan érzi magát. Mert ugye majd holnap kiderül, hogy mi nem biológiai test vagyunk, hanem rezgések vagyunk, csokolom. És a rezgések vannak egymásra. Sőt, az anyuka még 14 éves koráig tud a gyerekének segíteni abban, hogy meggyógyuljon a hajamra elő, még napfolyamra. Van rá pozitív példát, meg negatív is, nem probléma, nem az én feladatom. Én elmondom, és mindenki eldönti, amit akar. De tény, hogy az anyuka hallgatja a más különben néken, életében fájdalom nélkül fog szülni, és erre már nekem is van visszajelzésem, nem csak ám bennünk voltam. Na, eljött a 9. hónapnak a vége, szűk lett ez a, kinőttük ezt az üveget, tetszik, nem tetszik, meg kell születni. És ez egy hatalmas dolog, nézzük oda, anyuka is segít, gyerek is segít, közös munka, és nagyon figyeljünk, de nagyon figyeljünk, mert így jön a legfontosabb dolog, amire oda kéne figyelni. Pillanat, megpróbálom megállítani, majd ott a képet, ha megtalálom, egérem azt, amit meg kell találni. Hopp! Látunk? Hopp! Mi történt? 180 fokos fordulat. Értsük már meg, hogy ennyi a megoldás minden esetben.
mondom másképp, megkeresik a szarban az aranyát. Így jó? Így megjegyezhetőbből? Így világosabbból? Tehát nem lapátolom, hanem keresem az aranyat. És akkor aranyású vagyok, és nem szarlapátolom. Hozzáállás kérdése az egész. Nem észhetem, minden megnézhetem onnan. De én döntöm el. Én döntöm el, hogy hogyan tekintek mindarra, ami már eddig megtörtént. Hogy az szivatás volt, vagy tanítás volt. Ha? Szóval itt megtörtént a csoda, láthatta mindenki. Már a születésünkön megcsináltuk az első 160 fokos fordulatot, de elfelejtettük. Jaj, nehogy visszamegyünk, hogy újra szülessünk, mert már vannak ilyen tanfolyamok, hogy újra születés. Mert mindent ott rontottunk el. Istenem! Még mindig a múltban, az illúzió világban vagyunk. Minden nap egy lehetőség arra, hogy valamit másképp csináljak, mint eddig. Ezzel kéne foglalkozni. Aztán, ha már az először életeket is bajlatjuk, hát én nem találkoztam csak fárókkal, meg királynőkkel, én mezitlábas parasztal egy sem, hogy mindenki nem esett be, de... Jaj. És ezeket mind elhiszünk. Nagyszerű. Igen, nem egy életünk van. Hello. Örök életünk van. Megnyugtatod? Lehet, hogy cikin nem jó. De örök életünk van. Olykor frekvenciát váltunk, aztán visszajövünk, és kezdhetjük pelenkásan, amíg mindig nem értettük meg, hogy mi a fenét keresek ezen a bolygón. Nem egyetemi tanulmányokat. Egyetlen dolgot kéne végre megtanulni, feltételek és előítéletek nélkül elfogadni. A világ békéhez mi kell? NATO békefenntartó erő, vagy békés emberek? Akkor az lenne a feladat, hogy mindenki csinálja a feladatát. Megegyeztünk? Mi a harmadik természet törvény jelentősége? Hát, itt kérem logikát. Itt nincsenek áttétek. Ez biológiai képtelenség, erről is van előadás, nem megyek a részletekbe, nincs elegendő idő ahhoz, hogy kifejtsem. Nincsenek értelmetlen történetek a szervezetemben, egyedüli értelmetlen dolog, hogy végig a végsőkig ragaszkodok a hülyeségeimhez. Ez az egyetlen értelmetlen dolog. Nem vagyok hajlandó másképpen gondolkodni. Nem probléma! Ha jön a frekvenciaváltás, akkor rájövök, hogy jé, voltam egy előadáson, Budai mondta, hogy, és mégsem úgy csináltam. Semmi probléma! Nekem nincs elvárásom. Semmi probléma. Negyedik természettörvény. Na, akinek van biológiai előképzettsége, itt mostan kikattan az agyam. Mert kiderül, hogy a bennem élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, azok az én barátaim. Nem kórokozók, ahogy a Stream Pastor elnevezte, hanem az én segédeim, mert az erdőben a kigyógyult fákat mi mondja le? A gomba. És a felesleges sejteket mi fogja lebontani a szervezetemben? Hát a gombám. És nem azért van kandidám, mert cukrosat eszek. Azért, mert nem oldottam fel azt a programot, agyfölcs által vezérelt programot, ahol a kandida segít lebontani a felesleges sejteket. Logikus? Szabad utána nézni. TBC! Hát ebből bele pusztulunk, nem a TBC-be pusztulunk bele, kérem szépen, hanem a függő gyógyulásban. Abban, hogy nem zárjuk le a halálfélelmet, és akkor lesz belőle tüdő TBC. Abban, hogy nem zárom le a magányossággal való gondomat, és abban lesz tese TBC. A legértékesebb segítőink pontosan a TBC baktériumok, és mire mondanak be minket először, ahogy megszületünk, hát nem, nehogy legyenek bennünk ilyen kórokozók, akik segítenének. Nyilvánvaló, hogy megértjük a következőben, amikor a krónikus betegségeket megértjük, hogy miért szaporodnak föl ezek bennünk.
A baktériumok mit segítenek? Visszaépíteni a lebontott szövetet. Volt valakinek már begyulladt foggyökere? Persze. És honnan a kislábujából jöttek fel a macik? A vér oda vitte. Miért nem máshova? Vagy mások miért nem okozott gondot? Éppen megoldottam a visszafogott dühömet. És akkor begyulladt a foggyökere. És ott vannak a macik. De aki volt tanfolyamon, az kibírta a fájdalmat, mert tudott fájdalmat csillapítani gyógyszer nélkül, ezt megtanuljuk, és erősebb lett a foga, mint volt. Ennyi. Vírusok. Hát itt van egy kis csúsztatás vírusokkal kapcsolatban. Én életemben nem láttam vírus. Kimutatni elektromikroszkópa lehet. Az elektromikroszkópot, aki tudja, hogy az elektrosugárban végzett vizsgálat, tudod, hogy a élő anyagot nem lehet beletenni, nem folytatod. Ám a doktor csak annyit mondta, hogy vírusok egyáltalán léteznek. A vírusok nem élőlények, nem szaporodnak magutóiban, csak egy gazdaszervezetben tudnak szaporodni. Nem tudnak táplálkozni, csak ha bent vannak egy gazdaszervezetben. Tehát szüksége van valakire, hogy ő megnyilvánítsa az élet jelenségeit. Ez nem élőlény. És hát ott tartunk, hogy már vírushoz hasonló dolgokat számítógépben megtervezünk, szétfújjuk a világba, csak azt az egy dolgot nem értem. De valaki, ha megmagyarázza, megköszönöm. Az ominózus karodnek járványanat, ugye, a csendes óceán közepén ott volt az amerikai hadihajó. Hogy a fenébe kapták meg, úgymond a Covidot azok az emberek? Wuhanból így repültek ezek a vírusok, tudták, hogy ott van a hadihajó, és puf, megbetegítették őket. Így van? Hát ha igaz a fertőzési elmélet, akkor így volt. Vagy nem úgy volt, hogy nézték a tévét? Megteremtettem bennünk egy hatalmas félelmet, és erre a biológia kidolgozta a megfelelő kórokozót. Mindenki döntse el, hogy repültek a vírusok, vagy a katonák állították el a szervezetünkre. Mindenkiben ott van, mondjuk egy keményet, mondjuk a gonorejának a macilusa, jó? Mindenkiben ott van. Gonoreját éppen. Hogy tudnánk aktiválni? Hogy lássam, hogy létezik, vagy nem létezik. A hozzá kötődő szexuális tartalmú konfliktust kell elindítani, és meg fog jelenni mindenkiben. Nem, mert elkaptam a másikról. Jó. Szóval, mi a gyakorlati jelentősége? Egy gyakorló orvos csak a gyakorlatban hisz. A bennünk élő mikroorganizmusoknak szerepük van a gyógyulásban, és különbséget tudunk tenni a hasznos és ártó mikroorganizmusok között. Mikor szabadulnak túl? Ha nem zárjuk le a programot, akkor túlszaporodnak. De ha érzelmileg lezárom a programot, akkor nincs krónikus betegség. Humán papilloma vírus. Ez fertőzés? Nem, kérem szépen, akkor, amikor én frusztrált vagyok, mert a jövő miért egy másik nővel, miért nem velem, akkor csinálok először egy mély szájsebet. És ezt, amíg feltartom, ez egyre mélyebb lesz. Mikor megoldottam, akkor jön a humán papilloma vírus segíteni, hogy visszaépítsem azt, amit megoldottam. Tehát ez nem fertőzés. De beoltjuk a gyerekeinket HPV ellen, és utána csodálkozunk, ha nem lesznek unokáink. Vagy valaki még hisz az oltásokban? Én sokáig hittem. Ez volt az utolsó dolog, amit el tudtam engedni akadémikus gondolkodás miatt. Amikor utána nézzük az oltások történelmének, amit nem tanítanak az iskolában, akkor jövünk rá, hogy miről is szól a történet? Hoppá! Szóval én csak arra biztatok mindenképp, hogy semmit ne higgyenek el nekem, mert én őrültségeket beszélek, olyasmi, ami szembe megy az eddigi ismereteinkkel, de nézzünk utána, jó? Szabadságot a léleknek, jó? Azt nézzük meg azt a 37 perces riportot.
Mi az olcsóbb és egészséges eljárás? Lezárni a napkerületet, lezárni a konfliktusainkat. Hát akkor a szegény gyógyszeripar miből fog gazdagodni? Én már is aláírom, hogy az adó 1%-át, nem, mint a 2%-át a gyógyszeriparnak adom, csak hagyjon bélünket. Oké. Okay. Ötödik természettörvény, már elmondtam, minden, ami bennünk zajlik, annak értelme van. Ez a lényeg megértésének a törvénye. És ezt az egyet el tudnánk fogadni, akkor már nem is tudnánk, hogy mi az, hogy pánik. Ennyi. Nincs pánikos ember, ha tudom, hogy az ötödik természet törvény miről szól. Mi a gyakorlati jelentősége? Hát ha minden a túlélésről szól, akkor nincsenek ismeretlen gyógyíthatatlan rossz indulatú betegsége, csak rossz indulatú emberek vannak. Azok vannak. Azok vannak, akik pénzért még az anyukat is elvetják. Pénzért még a kollégájukat is kibírják. Ez van. Szóval a tudományos táblázat, tehát mit mutat meg? Már mondtam, hogy az elfogadás terén hol van még javítani való. És akkor itt van a krónikus betegség, lehet válogatni, ki mit akar. Három, de van egy negyedik is, amikor ezt a kettőt kombinálunk, az már egy negyedik történet. Szóval, függő konfliktus aktivitás. Eljutottam a megoldáshoz? Nem, még mindig különbözöm. De, mert még mindig az a szokásom, hogy mindenért felhúzom magam és bosszankodom. Van ilyen ember világon? Hallja, már frekvenciát látod. Ennyi. Mert ez a szokása. Semmit nem tud elfogadni úgy, ahogyan van. Mindennek rosszankodik. Van. Mindennek ellenszegül. Azért sem. Azért is. Három éves gyereknek még jól áll. Felnőttem, mi lesz? Cukorbeteg lesz. És nem azért rakom meg, mert a cukor ráment a személyre. Nem. Nem azért van lábszárfekélye, mert a cukor tönkretette a lábszárát. Nem. Azért, mert bégyóban éli meg, hogy szurkálnia kell magát. Azért, mert eltűnt valaki a szemelből, vizuális elválasztási konfliktus, nem a cukor miatt. Különben minden cukorbeteg meg kéne rakulja magát. Hát ha ez így igaz, akkor ez a következmény. Akkor egyesek miért vakulnak meg, mások miért nem? Gondolkodjunk logikusan. A szem a látás szerve. Oké? Okay. Ja, s még egy. Folyamatosan magányosnak érzem magam, begyűjtöttem a vizet. És mit mond az orvos? Gyenge a színe. És szóljon már valaki, ki az, aki a színével pisil? Én a vesémmel szoktam pisilni. Oké? Okay. Tehát ha begyűjtöm a vizet, akkor a vesémnél kell keresni a megoldást, és nem a szívnél. A szívnél akkor kell keresni a megoldást, amikor szívben taló tüneteket találok. Akkor van külön néhány konferencia, akit érdekel megnézni. Függő gyógyulás. Ez az, amivel tönkreteszem az egész szervezetemet, de még az agyi relék is. És akkor az agyi relék környékén elindul a gliasejtszaporulat, és az már egy valós agydaganat lesz. Az egy valós agydaganat. A gliasejtszaporulat. De miért? Mert elkezdtem, itt bontottam, mert leértékelem, és itt építek vissza. Ja, megint sírbe kerültem, mert megbocsátok, de nem felejtem. Aztán megint csinálom, megint leáll. Vagyis sínen maradtam, mint József Attila. Mit kell ehhez tenni? Lezárni békével. Önleértékelést egyszer és mindenkorra lezárni. Tudni azt, hogy ki vagyok én valójában. Emlékszem, hogy ki vagyok. Ezen a táblázaton minden rajta van. Az, hogy miért betegszem meg, az, hogy hogyan betegszem meg, és az, hogy hogyan gyógyulok meg. Minden rajta van. Guinness-szentélyen laktónak a táblázata. Minden jogot megvásároltunk. Nyugodtan mutogathatjuk. Szóval ebből lesznek az úgynevezett autoimmunbetegségek.
mert építettem a pajzsvirigyemet, és a megoldás nem történt meg érzelmileg, és bontok, és gyulladásban van, és bontok, és botok, gyulladásban vagyok, és alulműködésben. És elnevező Hashimoto tireoidit kiszem. Á, legjobb, hogy veszük a pajzsvirigyemet, nem kell szedni, van gyógyszer és kész. Márha jó. Policiklikus lefolyás. Mindig eljutok a program végéig. Miért indul el újra? Újra, újra. Mert nem zártam le érzelmileg. Vagy semmit nem tanultam az első gárdaganatomból, meggyógyultam, mert voltam egy tanfolyamon, aztán minden jól van, és megint ugyanúgy élek, mint az előtt. Még mindig aggódok. Csinálom még egy gárdaganatot? Hát nem? Hát tehát le kell tesztelni a táblázatot, vagy úgy van, vagy nem úgy van. Egy történet nem bizonyíték, kell még egy hozzá. Gyakorlatról beszélek, sajnos ilyen páciensem is volt. Hamel doktor tézisei 88-ban elismerték, igazolták, és mégse ezt tanítják az egyébként. Vajon miért? Vajon miért? Mert feje tetejére állította az orvos tudományt a felfedezésével. Kibújt a szög a zsákból. Kiderült, hogy kinek érdeke ezt a rendszert fenntartani. Mindenkinek érdekel, csak a betegnek nem érdekel. De jó hírem az, hogy nem az orvos betegített meg, nem is ő fog meggyógyítani. De minél többet menjünk vissza hozzá, annál több diagnózis sokkot kapunk. A konfliktus típusokat a weblapon is megtaláljuk, a könyveimben is ott van, az Ajkörzs által vezérelt programok itt vannak a sárga mezőben, itt van az Ajkörzs, a legősibb irányító központ, ő az én életben maradásomat irányítja. Tisztázzuk, mi kell az életben maradáshoz. Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ezek a falatok kellenek ahhoz, hogy életben maradjon. Ugye nem beszéltem nyugdíjemelésről, nem beszéltem arról, hogy a gyerekem mellettem legyen, nem beszéltem arról, hogy a párom el ne hagyjon, nem beszéltem arról, hogy világbéke legyen, nyilván. Az összes többit az egyet teszünk hozzá. Tehát ha van levegő, víz, táplálék, akkor már megnyugodhatnék, hogy életben maradok. Ja, falat konfliktusok. A legsősorban belőle a magány és egzisztenciális konfliktus, mert ez a víz visszatartását fogja elindítani, és itt lesz vége a történetnek. 10 liter víz a hasban. Mitől van ott? Na mitől? De van egy hasi program, és mellé teszem az elhagyatottságot, a reménytelenséget, a kirekesztettséget, a meg nem értettséget, a társas magányt, tessék támogatni. Mind ugyanaz az érzés. És begyűjti a hasába a vizet. Jó. Kisaj. Narancsárga oszlop felső része. Támadási konfliktus. Itt jön be a kezűség kérdése. Biológiai kezűség azt jelenti, hogy vagy jobbkezes vagyok, vagy balkezes. Olyan, hogy két balkezes nincs. Oké. Okay. Ez a megtermékenyítés is pillanatában kiderül, hogy jobb vagy balkezes leszek, az egyetlen riflektől az egyik jobb, a másik balkezes, ez biztos. Akkor is, ha mind a kettő jobb kezet leszik. Nem azt számít, hogy mely kezemben van a ceruza vagy a kanál, hanem azt számít biológiai szinten, hogy két részre osztom a világot. Jobb kezesnek jobb oldali tüneteket okoz a világgal való konfliktusa, ezt úgy hívjuk, hogy partner oldal, és ebben mindenki benne van, aki nem én vagyok, nem az anyám, és nem a gyerekem. Tehát jobbkezesnek baloldali tüneteket az anya gyermek és önmagával való konfliktusa fog tüneteket okozni. Balkezesnek fordítva. Tehát a kezűség a partner oldalat mutatja. És nem kell tapstesztet csinálni, ha a baloldali mellemben van egy folyamat, baloldali mellemben van egy csomó, és az a partnerommal kapcsolatos, vagyis akárki, aki nem az anyám, nem a gyerekem, akkor az azt jelenti, hogy én balkezes vagyok, pont. Itt nincs mellé dumálás.
De aztán a taps tesztnél tudok így is tapsolni, meg úgy is tapsolni, a biológia nem hazudik. Hajszál pontosan megmutatja, hogy milyen van. Támadási konfliktusról beszéltem. Mi az, hogy támadás? Vélt vagy valós támadás? Nem kell senki megtámadni, csak attól félek, ha kilépek a szállodából, megvernem. Ott vár, öt kigyúrt ember, és arra vár, hogy kimenjek, és előtt csapjanak. Lesz bennem félelem? Megvertek? Nem, de most félek. És ez fog most megbetegíteni. A le nem zárt félelem. Ugyan ide tartozik a bemocskoltság és a gondozási konfliktus, vagy annak a fordítottja az állandó vitaveszekedés. Vitaveszekedés. És csomó van, amelynek a mellében, mert minden nap veszekednek. Aztán kibékülnek. Aztán megint veszekednek. Na jó. Milyen konfliktusok lesznek még jobb vagy baloldal? Az önleértékelési konfliktusok és az agykélek által vezérelt konfliktusok, mint elválasztási, birtok és birtokének kívüli konfliktusok. Tehát ezek fognak ide tartozni. Az egyenlet ott van, önleértékelés egyenlő, önpusztítás nem fáj, de mikor visszaépítem, akkor aztán élvezhetem a gyógyulásomat. Egyetlen szület nem fáj, mikor visszaépítjük, és ez a zsírszület. Hiszen szerencse, hogy a hízás nem jelent feladatnak. Különben, hogy kiabálnak? De ennek is biológiai értelme van, hölgyeim. Mert a biológiában a dumbia szép, és nem a csontsovány. Bebeszélik a csomag diktátorok, hogy a vékony nő a csoda, és innentől a nők 85%-a már önleértékelésben élt, és ebből adódva egyre tövélet lesz, mert függő gyógyulásban egyre több zsírt rakunk be. Szóval a dumbia szép, tessenek megnyugodni. Aki nem hiszi, nézze meg a reneszánsz festményeket, szobrokat, és ott egyetlen vékony nőt nem fogunk találni, csak szép, gömbölyű idomokat itt van. Megnyugodjunk? Nagyszerű. Na akkor, javasolt előadás, miért érjük meg konfliktusokat, hogyan tegyük feleslegessé? Csak javasoltam. Útmutató az egészséghez. Benne van tehát az egész állami táblázat, a konfliktus típusok elemzése, esetismertetések és az akadémikus diagnózisoknak a szervi összefoglalása. Hogy lássuk, hogy mi az, hogy Sjögren-szindróma, meg egyéb ilyen nagy csoportvilág. Hogy miért annyiféle változata van, és a többi, és a többi. És a reumatoid artritis sem a kis tünetek, vagy a nagy tünetek alapján kell statisztikailag beszabályozni, hanem az önleértékeléssel kéne foglalkozni. Oké. Egyetlen valóság az én megélésem, emlékszünk rá? Igen? Hölgyek, emlékszünk rá? Nagyszerű! Bosszankodás, mit mondtam? Május epeldői programot fog csinálni. Féltékenység mit csinál? Mély átlahártya. És akkor járok a nőgyógyászhoz, mert hol P3, hol P4 a citológiai vizsgálat. Aztán, mit mondjak még? Elválasztási konfliktus, nagyon jó, komikus bőrprogram. De aki volt kedvenben, konfinot megkérdezte, nem, de bár. Hogy mit dönti el, hogy bőrprogram lesz, vagy teljes elválasztás? Az, hogy én az elválasztási konfliktust milyen szinten élem meg. Mert ha anya-gyerek és partner oldalon is ott van, a fel nem oldott elválasztási konfliktusok tömkelege, akkor ez az egyirányú utca az Alzheimer-i konfliktus. Ennyi. Mert az elválasztási konfliktusnak az az értelme, hogy absence, emlékezett kiesés lép fel, hogy ne is emlékezek arra, akitől én nagyon szeretnék távolabb lenni, vagy nagyon szeretném, hogy közelebb legyen, de nincs itt. Majd eljátszunk ezt, hogy birka mama és kicsi birkája hogyan éli meg ezt az egészet, holnap, aki itt lesz a tanfolyamon. Jó. Akkor mitől vagyunk beteg? Ja, mert benne maradtam egy negatív érzelmi megrázkodtatásban, úgy van?
Miért vagyok beteg? Mert jobb félni, mint megijedni. Így van? Fősorsomtól gondolatok. Miért vagyok beteg? Azért, mert azonosulok a szeretteimmel, nem csak eljátszom. És félek változni, változtatni. Így van? Akkor fordítsuk meg, 180 fokos fordulat. Hogyan gyógyulok meg? Ja, megkeresem a tanítást, és megköszönöm hálával. Kettő, jobb bízni, mint félni. Így van. Három, tisztázom, hogy ki vagyok én valójában, és ezután eszerét is élek, csak eljátszom a szerepeimet, és kezembe veszem az életem és egészségem irányítását. Egyszerű? Tök egyszerű. Csak az agyam tiltakozik ellene, mert akkor ki fog engem irányítani? Ha? Itt jön az, hogy átadom a lelkednek az irányítást. Nem félelemben, hanem bizalommal élek. Ez csak egy ábra a negyedik könyvből. 4%-ot látok a világból és önmagamból. Tudtuk? 4. A többi 96 a szemem számára láthatatlan. Na, amikor fölveszem ezzel a kapcsolatot, akkor kezdődik egy teljesen másfajta élet, mint eddig volt. Erről szól a tanfolyam lényege. Mikor gondolok meg? Amíg még önmagamhoz sem vagyok őszinte, addig meg. Addig nem húzzuk az időt, jó? Addig nem kell konzultációt se kérni. Aki nem hajlandó őszintének lenni magához, szólok előre, bele fog halni a szenvedésébe. Kettő. Bocsáss meg önmagadnak, és bocsáss meg a másiknak is. Kettő. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Csupán csak azzal a Lajos bácsi története, az is vastagbérrákról szól, csupán azzal, hogy megbocsátod annak a tolvajnak, aki elvitte a szerszámait, ez elegendő volt ahhoz, hogy ő is lazán kiszadja a tagadatát. Csak a megbocsátás. Nem voltam fölmond. De egy konzultáció volt, és akkor többet meg, mikor azt mondtam neki, hogy most mit csináljon. Hát mondom, adjon hálát annak a tolvajnak, hogy elvitte a szerszámait. És így nézett rá. Megőrültem. Hát kevesebbet kell dolgozni, nem jó? De azzal, hogy megvettél újra a szerszámokat, azzal megoldott a konfliktusát? Nem. Csak pontolta azt, amit anyagilag elvesztett. Értsük meg, megbocsátás nélkül nincs jogulás. Tehát mit kell tenni? Tisztázom a konfliktust, vagy tisztázom azt a szokásomat, amiben belebetegedtem. Hogy tényleg elmeszerülő vagyok, hogy tényleg makacs vagyok. Hát mind a két érdem fáj. És amikor kértem, hogy nem vagy egy kicsit makacsivé? Én nem! Sörögök mindenki a családban, mert... Jó. Szóval... Kettő. Érzelmileg kell lezárni a konfliktust, ezt tanítjuk meg. Három. Jó lenne, ha már nem biológiai szinten reagálnánk, hanem tudatosan döntenénk. Hát nem az a tudatos ember, aki tudja, hogy mi az, hogy tudatosság. Az a tudatos ember, aki azt szerint is él. Itt van a Hazedov-kor, három hónap múlva meg így néz ki, meggyógyultam. Ennyi. Benne van a könyvben, pajzsmirigynél. Megint szólnék, hogy a szemüknek köze nincs a pajzsmirigyünkhöz. Oké? Köze nincs hozzá. Az a látáshoz kötött konfliktus miatt nézett ki így, megoldotta a konfliktust és rendbe jött a szeme. További részletek a könyvben. Olvashatom, valami tanulhat tovább, mint tudjaitek. Ez a... Hallgassuk a zenét. Már itt tartunk.
senkit nem akar meggyőzni. Ezt a könyvet megvették, 250 oldal, 1 millió forintért lefordították, ingyen ott van mindenkinek, a dallam is, meg a róla szóló könyv is, esetismertetésekkel. Rengeteg jó zene van a világban, de egyik sem tudja azt a hatást kiváltani, mint Hammer doktornak ez a csodálatos dallama. 76-ban írta, akkor érezsízlem szakmára. 50 szakból áll. A feleségének írta, 20 éves házasság évfordulóban, mert ő 56-ban kerültek össze. És eltelik majd 30 év, meg 2006-ban fedezi fel Giovanna Conti olasz zeneszerző segítségével, jönnek rá, hogy ez pontosan követi a kétfázisú biológiai programot, és hat rá konfliktus aktív és megoldás követő fázisban is. Mindenfajta pánikát kelt megtörni, tehát pánikus embernek ezt kellene szedni, meg mindenki, aki félelemben él. Megakadályozva, hogy konfliktus recidivák eltalálják a lelkünket, tehát éjszaka is kellene hallgatni, de az optikai sín az kivétel. És ott van a missing link, a hiányzó láncszem, mert leállítja a rákot, de nem fogja megoldani, mert ez a mi dolgunk. És a hiányzó láncszem a gyógyulásomban én magam vagyok. Nem más. Nem az étrendkiegészítő tabletta, nem a diéta. Én magam vagyok a hiányzó láncszem, mert ha lezárom érzelmileg a konfliktust, akkor már az optikai sín nem tud aktiválódni. Amikor rájövök, hogy az anyósom a életem legnagyobb tanítómestere, akkor csak hálával fogok rámondulni. Ennyire egyszerű. Minden aktív kortikális konfliktus, tehát az agykéregbe becsapódó konfliktus, ide vezetem egy hálat, ezek ide becsapódnak, letranszformálja. Tehát azt jelenti, hogy a konfliktus tömegét csökkenti. És ezért fog hatni a pszichotikus emberekre is. Addig, míg hallgatja a dalt. Tegnap kérdezte valaki, tegnap kedden, hogy dühöngő, őrült emberrel hajlandó vagyok-e foglalkozni? Mondtam, igen. Ha hallgatja a második emberekre. Mert akkor lenyugszik. Akkor már tud normálisan gondolkodni. Akkor már nem a biológiának alapja. És erről szól a pszichózisok és viselkedésváltozások című könyv, és aki ezt végigolvassa, hát az empátiája százszorosára fog emelkedni. Még akkor is, ha nem szakember. Ha szakember, akkor van egy szakmunk a kezébe, és már érti, hogy mivel kell foglalkozzon egy bizonyos, úgymond pszichés esettel. Sose gondoltam, hogy én erről írni fogom, és amikor az első könyvemet megírtam, mondom Krékának, hát kéne a mozgásszervű dolgokról írni egy könyvet, anyámmal nagyon sok mozgásszervű dolgok volt, és gondoltam, hogy megírtam. Erre Réka, hagyd a felmég azt, mert írd meg a pszichózisokat. Mert Réka, hát ez a legnehezebb válasz. Kire vársz, hogy ki írja meg? Igaza volt. Újabb 1 millió forint fordításokra, mert Hammer doktor aranykönyvéből a pszichózisokra vonatkozó összes közt lefordítottam, és megírtam ezt a könyvet. Ennyi. Tehát döbbenetes. Mondom, ha meg akarom érteni, hogy a másik ember miért viselkedik, úgy, ahogy viselkedik, akkor ajánlom mindenkinek. Mit tudunk csinálni konfliktus aktív fázisban? Tehát letranszformál, látjuk ezt? Hallgatom a dallamot, és a piros oszlopból, onnan a piros oszlopból származó összes programra úgy hal, hogy a konfliktus tömeget letranszformálja, ennek az a következménye, hogy nem halom bele az epileptoid krízisbe, csókolom. Nem áll le a szívem. Jó hír. Jó hír. Döbbenetes, mert itt pont az a lényeg,
hogy ne oldja meg, ne állítsa le, csak transformálja le, és akkor lazán, egy tűzszentéssel túl nagyobb felettem. Hihetetlen. Többen. Mit csinál a sárga és narancsárga oszlop klubban, tessék figyelni? Ott benyomja a satúféket, nem nő tovább a melldaganaton. Ennyit csinál a dallam, leállítja a melldaganat további növekedését. De a konfliktus megoldása az az én dolgom. De még hallgatom a dallamot, legalább nem növekszik a dallamat. Kivéve optikai sírát. Így jön az, hogy valóban érzelmileg megtettem, vagy nem. Nem csodálatos? Ja, és a negyedik könyvemben megtaláltam a magyarázatát annak, hogy miért képes ez a dallam ilyen hatást kifejteni. Megint csak az életleni tudásomra alapozva, mert én az életlent imádtam. Ennyi. Ez volt a konfliktus aktív fázis. Mi van a megoldás követő fázisban? Még ideges voltam, nem hallgattam, tartottam, most fáj mindenem, hallgatom. Az exudatív fázist átolja az epileptikus krízisen keresztül. Hát ez csuda jó. És optimalizálja a kifutást. Hát ez döbbenet. Hát persze, éjszaka mindenképpen kéne zümmögjön a háttérben, Hammer doktor. És napközben nem az van, hogy hallgatom a diszkolitmust és közben szól Hammer is. Fel kell dönteni, hogy gyógyulni szeretnénk, vagy táncolni. Hát. Olyan kérdéseket tesznek fel, mert ezt nem bírja hallgatni, mert ő zeneileg csiszolt füle van, és ez borzasztó. Mondom, hogy ne hallgatom. Ne hallgatom. Van a kórus, az mégis már mondjuk zeneileg más. Akkor hallgatni kéne kórus. Hát zenész az öcsém. Sziszik, hogy rá tudom szedni, hogy hallgass. Ne hallgat, mondom, nem neked hallgat. Johann Sebastian Bach csodálatos, imádom, tényleg, gyönyörű. De nem fog kapni a biológiámra. Átmenetileg még hallgatom, addig mondjuk nyugdíjban vagyok. És utána tovább zaklatol az agyam. Na jó. Szóval, a programok kivezetésére, lezárására alkalmazott konfliktusok tisztázása, az érzelmi lezárás az én feladatom marad. Vagy maradnak a sinek? Fájó udvarok. Nem kell a MÁV-hoz menni, sinc specialista vizsgát tenni, nem ezzel kell foglalkozni. A sinekért hálásak vagyunk, mert emlékeztetnek arra, hogy milyen körülmények közt éltem én meg, mondjuk a bosszankodást. Van a tejallergiával egy 3 perces riport, tessék megnézni. Biológus, genetikus jött el Pozsonyból Egerbe tanfolyamra, mert laktózintoleranciája van. Jampa és a gyógyíthatatlan laktózintoleranciát, 3 perces riport. Ott gyógyult meg helyben. Le is tesztem. Na szóval. Ebben a könyvben megkapjuk az alapokat. Kapunk benne 26 vagy 27 esetleírást. Megértjük, hogy mi az, hogy germán, gyógyulmány, terapeuta. És egy csomó minden, amit elmondtam. Miért kell a rákkal foglalkozni? Ez 2012-es ábra, ma még rosszabbul néz neki. Orvosi újságból fényképeztem ki, 4 orvosi lapot olvasok folyamatosan. Tehát én szinte legyek azzal is, amit ma csinálnak. Nem érdekes, hogy Magyarország a legtöbb daganatos beteg Magyarországon van. Mexikóban fele annyi nincs. Nem élnek egészségesebben, nem esznek kevesebb húst. Ugyanannyit dohányoznak. De fele annyi a daganatos beteg Mexikóban, mint Magyarországon. Vajon miért? 1960-ban miért fogott össze Európa ellenünk? Mi volt a cél? A pozsonyi csata. A magyarok kiírtatnak.
Erről azóta sem mondtak le. Oké? Kemoterápia. Semmi, de semmit nem csinál, mint mérgez, és visszatesz a konfliktus aktív fázisba. Ezért átmenetileg úgy néz ki, mintha használt volna. Aztán, amikor kimegy a hatás a szervezetben, nem tud összeszedni magát, és akkor azt mondják, hogy recidíva, vagy áttét, vagy ha nem volt jó a sárga kemó, akkor adunk zöld kemót. Volt olyan ember, aki 51 kemoterápián vett részt. 51 kemó. Nyilván, hogy már kemény. A Peter Nelson, a Fred Hutchinson Rákutató Központ tudományos munkatársa azt mondja, hogy ez a kód, ami itt van, kölcsönhatásba lép a hozzá közeli tumorsejtekkel és növekedéssel készíteni őket, ezáltal még ellenállóvá válnak majd a további keretben. 11 tanulmány összehasonlítva bizonyítja, hogy a kurkuma az agyi tumorok méretét sokkoló mértékkel 81%-kal csökkentette. Mi köze a kurkumának az agyi daganathoz? Mert nem daganat, hanem ödéma, és az kurkuma többek közt egy fantasztikus vízfajta. Logikus? Ennyi. De lehet menni sugárzásra, kemóra, utána kell nézni, hogy mi is az a kemoterápia. Tehát mi az előnye, az öntermészet előnye, a pontos diagnózis is. A megoldás költséghatékony, mert a beteg fogja megoldani, és nem az egészség, az a betegség. Mindenki számára adott a lehetőség a gyógyulásra. Mindenki számára. Van a közel-keleten egy ország, egy kicsinke ország, ahol a legtöbb onkopszichológus dolgozik a világon. Már lakosság számára legyőre. Ugye tudjuk, hogy kiről beszélek. És ott döbbenetes módon csökkent a daganatos betegségek száma. Van róla írás. Utána lehet olvasni. Szóval, amíg a beteg nem érti meg, hogy a betegsége mire akarta megtanítani. És ha örül Holger Antal úr, hogy a diákja nem magyar tanul, csekély-ekély. Én egész népemet fogom nem iskolás fokon tanítani. Tanítani. Állítsuk a harmóniát rendbe, önmagunkkal és a világgal. Ha én végében élek önmagammal és a világgal, teszem fel még egyszer a kérdést. Lesz konfliktusom? Nem. Akkor talán erre kellene törekedni. Oké? Tehát nem csak a tünetekkel, meg a sinekkel kéne foglalkozni. A biológián nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológián, én értem. Mondjuk el ezt egy másik nyelven ugyanígy. Imádom a magyar nyelvet. Ennyi. Tehát utolsó fóliák, remélem mindenkinek világos, hogy alap a megértéshez, megoldáshoz és a megelőzéshez. Ha tudom, hogy mitől betegedtem meg, akkor tudom, hogy hogyan oldom meg, és tudom, hogy tökkel elkerülni azt, hogy még egyszer megtörténjen. Tehát a fel nem oldott érzelmi megházkoltatások számától függ, hogy milyen beteg vagyok, meg hogy mikor oldom ezt meg. És nem a, hogy férfi vagy nő, hogy hány iskolája van, hogy milyenek az anyagi körülményei, hogy dohányzik vagy nem dohányzik, hogy mekkora a testre, meg indexe, meg csókolom. A germán gyógytudomány tudomány reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. Aki nem hiszi, mély egyenel az ön természet törvénybe, meg az embriológiába, és megérti, hogy hogyan működünk, de amíg érzelmileg nem zártam le a történetet, szenvedhetek tovább tudományosan. Tehát nem egy nagyszerű diagnosztikai eszköz csupán, nem is egy alternatív megoldás, hanem micsoda? A valós okok feltárásával nyújt valós megoldás. Ez a lényeg, hogy nem elég tudni a germán gyógytudományt, alkalmazni is kéne. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ennyi.
lett volna az ingyenesre mutatkozó előadás, és akkor holnap minden szép teli lesz a teremben, mert minden hely eltelt.